A szoprano hangszer az úgy került hozzám egyáltalán, mert az országban azt hiszem nagyon kevés hangszer van. Én még egyről tudok, hogy van egyáltalán, hogy ez a hangszer Vázsonyi János volt, aki valami érthetetlen okból egyszer azt mondta, hogy ő ezt el akarja adni, és hogy próbáljam ki, és mondtam, hogy hát teljesen hülye, hogyha ezt eladjam, mert ez egy nagyon jó hangszer. És nem akartam megvenni, de amikor kipróbáltam, akkor azt mondtam, hogy ezt muszáj megvenni, mert annyira jó. És így került hozzám, tehát ez nem volt bennem elhatározás, hogy ezen a hangszeren akarok játszani, egyszerűen nem tudtam elkerülni.